Sziasztok! Most egy hármas kapcsolati kirakást hozok. Kezdjük is bele, méghozzá azzal a kapcsolódással nézzük, akivel most a személyed, vagy az a személy, aki két irányba is érdekelt, ő neki a régebb óta meglévő tartós, elkötelezett kapcsolódása, helyzetére pillantunk rá, az, hogy mi a helyzet most abban a kapcsolatban, ahol ő most ott van, állandó jelleggel. És lehet férfi vagy nő, az illető, akire gondolsz, mi a helyzet abban a kapcsolatban, ahol a több irányú érzései, gondolatai vannak, ott mi a helyzet? Mi a jelenlegi helyzet? Kijött a bosszúság, a szerencse, a házasság, a találkozás és a betegség. Hát ezek a lapok, ugye ott van középen a találkozás, abszolút jelzi, hogy ez bizony egy elkötelezett kapcsolat, házasság, vagy már régebb óta meglévő együttélés. És sok benne a vita, de valamiért mégis úgy szerencsésnek tűnik kívülről mindenképpen. És ebben a kapcsolatban sok olyan momentum lehet, ami hát valamiféle találkozással kapcsolatos. Lehetséges, hogy ez a házasság, ez akadályozza az új kapcsolódással való találkozását az illetőnek, aki ebben érintett. De az is lehet, hogy így a vagy például a másik félnek, a házasságban tartós kapcsolat másik felének is van benne, tehát nem hármas, hanem négyes kapcsolódásról van szó, tehát azt is jelentheti, de mindjárt rákérdezünk. A lényeg az, hogy itt hát a szerencse lapját leszámítva, ami esetleg arra is utalhat, hogy a bosszúságot kompenzálja, tehát a veszekedést, valamiféle anyagi együttműködés az kompenzálja. Lehet ez például, hogy közös vállalkozásuk van, és abból jól el vannak. Lehet ez olyan szerencsés dolog, hogy gyerekek vannak, és azokat viszonylag szépen tudják nevelni, és nem hat rá ki a kapcsolatnak a bosszúság kapcsolatban meglévő, hát nem annyira rózsás helyzet, tehát sok mindenre utalhat ez a szerencse, de arra a múltra is utalhat például, hogy a múltban ez egy szerencsés házasság volt. Amikor ez létrejött, ez egy nagyon szerencsés dolog volt az akkori helyzetben, ez igazán mindkettő fél számára, ez egy nagyon produktív kapcsolatnak indult. De akkor lássunk, kérdezzünk rá, hogy mit jelent itt a bosszúság, milyen bosszúság nyilvánul meg ebben a kapcsolatban, mi miatt van itt ez a bosszankodás, ez a vitás, veszekedős helyzet, állapot, miért van itt a bosszúság? Kijött rá a hűség, a lelkész és az örvendezés. Hát nekem ez azt mutatja, hogy ha már bosszúság és ezek a lapok jöttek ki rá, hogy mind a ketten úgy érzik, hogy kötelező érvényű számukra. Tehát ez valami nagyon szentesített kapcsolódás, de valójában igazából egyik sem érzi azt, hogy ez jó lenne. Ugye az örvendezés lapja, ez magában ilyen felszínes örömöket jelent, tehát hogy úgy a felszínen látszólag jól el vagyunk,
De igazából látszik a lapon is, hogy hát azért elég nagy távolságot is tartunk egymástól, de ott a hűség, hogy tűzön vizen át kitartunk-e mellett, a kapcsolat mellett. Lássuk, akkor mit jelent itt a házasság lapja. Rákérdezünk a házasságra. A házasság lapja mit jelent? Kijött rá az özvegyember, a féltékenység, és ugye mitől fél a ház, és az arra is, hogy még egyet kértem, az ajándék. Tehát itt a házasság lapjára azt jelenti, hogy rákérdeztünk, hogy itt mind a kettő fél magányosságot él meg. Ez egy társas magányban lévő kapcsolódás, amiben sok a félelem, a féltékenység, de tulajdonképpen, ami miatt itt a félelem van, az nem más, mint az anyagiak. Féltik a házat, féltik a vagyont, féltik azt, hogy mi lesz mindezzel, ha itt bármi történik. Tehát valójában azért viselik el itt a magányt, mert mi lesz a vagyonnal? Lássuk itt a betegségre, mit tudhatunk meg erről a betegségről, mire vonatkozik itt a betegség. Kijött rá a kevés pénz, a levél, a szerencsétlenség és a gyermek. És ez nekem most arra utal, hogy kevés az anyagi. Tehát most valahogy a betegség, a találkozás és a betegség, ez azt jelenti számomra, hogy azon túl, hogy hármas kapcsolódás, és hogy nehéz a helyzet jelenleg, anyagi problémákat is jelent. Nem is kicsiket. Úgy valahogy elvegetálnak, de igazából ennyi. Tehát nincs több, nincs semmi luxus, éppen ki tudjuk fizetni a számlát, éppen tudunk venni kaját, de aztán ennyi és nem több. És a levél, a szerencsétlenség és a gyermek, itt lehet akár kisgyermekről is szó, és tulajdonképpen mind a ketten azt gondolják, hogy hát az már nem biztos, hogy a szerencsés volt, amikor ő megszületett, vagy például ugye az előbb ott kijött a házasságra rákérdezve a féltékenységnél az, hogy ők tulajdonképpen az anyagiakat féltik, itt pedig az jött ki, hogy hát a kiskorú gyermekek azok nehezítő körülményként vannak jelen ebben a helyzetben. Jó. Akkor most megnézzük, hogy mit gondolnak ők egymásról. Mit gondolnak ők erről a... Hát inkább akkor, mert a gondolatokat meg a helyzetet azt láttuk, inkább az érzéseket kérdezném meg, hogy milyen érzések vannak jelen ebben a kapcsolatban. Milyen érzések vannak itt ebben a kapcsolatban? Vannak-e érzések, és ha igen, milyen érzések vannak itt jelen? Milyen érzések vannak itt jelen ebben a kapcsolatban? Milyen érzések vannak a kapcsolatban? Kijött rá a hamisság, a betegség, az özvegyasszony, a bosszúság és a katonatiszt. Hát igazából a magányosság érzését leszámítva, távolságtartás, hazugságok, ferdítések, nem kimondott dolgok, manipulációk, hát ezeket nem nevezném érzéseknek, mondom, egyedül a magányosság érzése az, amelyik érzés. A többi az igazából
Hát nem túl szép lapok. De akkor lássuk, hogy mire vonatkozik itt a hamisság. Ki és miben hazudik a másiknak? Lássuk. Ki jött rá a remény és a gyermek? Hát az általános hazugság ebben a kapcsolatban az, hogy a gyermekbe helyezik a reményt, hogy a gyermekek azok majd összetartják ezt a kapcsolatot. Vagy, ha ahol nincsenek gyermekek, ott az lehetséges, hogy újra indulhat ez a kapcsolat. Még, hogy van ebben potenciál, ezt újra lehet kezdeni, hát már megéltünk annyi mindent, és akkor menni fog ez. De lássuk, hogy a betegségre milyen lapok jönnek. Mit jelent itt a kapcsolati érzéseiben a betegség? Mit jelent itt ez a betegség? Ki jött rá? A veszteség, az ellenség és a házasság. Hát ezek nekem azt mondják, hogy igazából ennek a kapcsolatnak a tagjai, ez a pár, hogy úgy nevezzem, ezek igazából elég ellenségesek egymással is. Nem igazán jönnek ki egymással a mindennapokban sem. Mit jelent itt a bosszúság? Rákérdezünk, hogy mit jelent itt a bosszúság? A bosszúság mit jelent? Kijött rá a vágy, a féltékenység, a lelkész, a gondolat, a levél és az üzenet. Tehát itt a bosszúság, az eltérő vágyak, illetve a hármas kapcsolódás miatti féltékenység az, ami mélyen beleitta magát mindkét félbe. Nem csak az egyikben a félelem, a másikban a féltékenység. És az az állandó agyalás. És úgy látom, hogy mindkettejüket gúzsba köti ez az elköteleződés. Én nekem most az jön ebből, hogy lehet, hogy igazából őket valamiféle karmikus szerződés köti össze. És azért érzik ezt, hogy nekik muszáj együtt maradni, mert valójában meg kellene oldaniuk ezt a helyzetet. És nem biztos, hogy együtt kell maradniuk, hanem pontosan az, hogy fel kellene ismerni azt, hogy ne ragaszkodjanak egymáshoz, ha nehéz együtt lenni, hanem hogy megtanuljunk együtt élvezni az életet, örülni, ha vannak gyerekek, akkor örüljünk együtt a gyerekeinknek, ez lenne talán a karmikus feladatuk, de ehelyett ők úgy érzik, hogy együtt kell maradni. Pedig én szerintem egyetlen egy ilyen karmikus feladat sem arról szól, hogy addig maradjunk együtt, ameddig már az egymásnak a látását is utáljuk. Nem gondolom, hogy ez lenne a feladat. Ugyanakkor itt a gondolat után, hogy mind gondolkodnak, kijött ugye a levél és az üzenet, tehát azon gondolkodnak, hogy beszélni kellene erről, hogy pontot kellene már tenni ennek az ügynek a végére. Elképzelhető, hogy mind a kettejüknek a fejében megfordult már az, hogy ez így nem jó. Ez így senkinek nem jó, csak agyon hallgatják a dolgokat, ahogy tették szerintem korábban éveken, vagy meglehetősen hosszú időn keresztül.
És még nem jutottak el oda, hogy meg kellene beszélni, és engedni a másikat. Vagyis, hogy ugye általában egy karmikus feladat az mindig arról szól, hogy megtapasztaljuk, hogy milyen is a szeretet. A tiszta, őszinte szeretet, amikor nem akarunk a másiktól úgy semmit, hogy birtokolni nem akarjuk magunkat. Vagyis nem akarjuk, hogy a másikat kihasználni, nem akarjuk rásúzni magunkat senkire, hanem egyszerűen csak szeretni akarjuk. És szerintem a karmikus leckéknek ez a lényege, hogy csak szeressünk. Lássuk akkor még a katonatisztet, megkérdezzük, hogy mit jelent itt a katonatiszt. A katonatiszt... Kijött rá a kevés pénz a bíró és a állandóság, és a katonatiszt esetleg azt is jelenti, hogy ugye a viták vannak ebben a kapcsolatban, a indulatok, és a katonatiszt az például amiatt, hogy nem túl jól mennek a dolgok, mármint anyagilag, mert ugye a kevés pénz azt megint azt jelenti itt, hogy az én olvasatomban, hogy nem egy rózsás az anyagi helyzet pillanatnyilag, és a bíró állandósággal pedig én nekem most az jön, hogy ez egy égi próbatétel, égi igazságszolgáltatásnak a része ez, hogy lehet, hogy amikor ez létrejött ez a kapcsolat, ugye az előbb kijött a szerencse és a házasság lapja egymás követően, lehet, hogy amikor létrejött ez a kapcsolat, ez egy nagyon, abban a körülményben ez egy nagyon szerencsés kapcsolódás volt, de amiért létrejött, az teljesült. Amit lehetett, kihoztak már ebből a kapcsolatból, és most azt mondja az égi igazságszolgáltatás, hogy lássátok már, hogy nincs pénz, tehát, hogy nincs tovább. És ezt kellene talán észrevenniük. Hát ezek nem érzések, de minden esetre ezt mondják a lapok, hogy jelenleg ebben a kapcsolatban ez a helyzet. Jó. Akkor most úgy csináljuk, hogy... megnézzük a másik kapcsolatot. Méghozzá azt egy másik kártyát készítettem ide. Ennek a kártya csomagnak most lesz a debütálása, mert még úgy egészben nem használtam korábban. Úgyhogy ez az új kapcsolódásról szól majd, hogy abban az újabb kapcsolódásban, és most megint mindegy, hogy a férfi részéről van az újabb kapcsolódás, vagy a nő részéről van az újabb kapcsolódás, az a lényeg, hogy az újabb kapcsolódásban, aki később jött létre, mint az előbb látott, ott most mi a helyzet, mi az újabb kapcsolódásban a helyzet, lássuk. Mi a helyzet az újabb kapcsolódásban? Lássuk, mi a helyzet az újabb kapcsolódásban. Hát, kijött rá a bosszúság, az üzenet, a gondolat, a levél és a féltékenység. Itt is előfordulhatnak kisebb-nagyobb viták. Előfordulhat amiatt, hogy kevés, mondjuk a kommunikáció, vagy egyáltalán nincs is kommunikáció. Az is lehet, hogy csak egyik fél kevesli, a másikhoz nem kevesli, de mivel a kommunikációnak mind a két lapja kijött, ezért mindenfajta kommunikációra vonatkozik az, hogy hát kevés lehet, de nagyon fontos eleme ennek a kapcsolódásnak az, hogy kommunikáljanak egymással. Tehát ez látható, hogy ez alap pillére gyakorlatilag ennek a kapcsolódásnak.
Talán azt is lehet, hogy az ő kommunikációjuk az nagyon elgondolkodtató. Az nagyon sok tanulást, tapasztalást ad a másiknak. Úgyhogy azt hiszem, hogy ennek a kapcsolódásnak ez a legfontosabb eleme, hogy nagyon fontos bent a kommunikáció, mert mind a kettőjük számára ez nagy értéket jelent. Lássuk, és ugye itt megjelent a féltékenység lapja, ami azt jelenti bizonyos esetekben, hogy a párnak félelmei vannak, egyrészt vagy a kapcsolódás megszűnése miatt, vagy a jelenlegi helyzet miatt, vagy a bizonytalan helyzet miatt, de mindjárt rákérdezünk, hogy mit jelent itt először is a bosszúság. Mit jelent itt a bosszúság ebben a kapcsolódásban? Miért van itt bosszúság? Ki jött rá a betegség, az örvendezés és a remény? Hát elképzelhetőnek tartom, hogy kevés itt a találkozás, annál több a remény, de a bosszúság emiatt van, hogy többet szeretnének találkozni. Lehet, hogy csak a kommunikációs része működik, és a találkozások azok nem annyira működnek. Hát lévén, hogy ez egy jó hármas kapcsolódás, és nem akármikor találkozhatnak. Főleg, hogyha a másik fél is tud erről, akkor ő valószínűleg elég sok akadályt gördít ennek a találkozásnak az útjába. Akkor lássuk, hogy mit jelent itt a féltékenység. Mit jelent ebben a kapcsolódásban a féltékenység? Mi a féltékenység? Kijött rá az özvegyasszony, a váratlan öröm, a halál, az ellenség, az utazás és a pénzlapja. A féltékenység elképzelhető, hogy inkább félelmet jelent, bár az is lehet, hogy a férfi részéről van féltékenység, főleg, hogyha mondjuk a nő az, aki egyedülálló, és a férfi mondjuk fél, hogy magára marad, tehát hogy a nő az inkább a magányt választja. De lehetséges itt az is, hogy hogy nagy változás van, vagy attól félnek, esetleg mindkét fél, hogy meg vége lesz a kapcsolatnak, mert az ellenséges körülmények azok hát afelé mozdítják elő a dolgokat, és nagyon jó lenne itt egy utazás, egy költözés, de ez rengeteg akadályba ütközik. És főleg a körülmények miatt van ez a nagyon sok akadály, és emiatt vannak itt a félelmek leginkább. De ez a halállapja itt jelenthet egy nagy változást is. Itt jelen esetben jelenthet egy olyan nagy változást is, hogy az ellenséget tulajdonképpen a belső csatározásokat képes átalakítani valami nagyon jóvá, hiszen a legvégére az utazás és a pénz jött ki, és a pénz az egy valami nagy bőséget jelent, tehát hogy a halállapjait azt jelenteti, hogy azt is jelentheti egyes esetekben, egyes nézők esetében, hogy a jelenlegi nagyon
ellenséges helyzet az képes átalakulni hirtelen, gyorsan, váratlanul valami nagyon pozitív helyzetté. Jó, akkor megnézzük, hogy milyen érzések vannak ebben a kapcsolatban. Milyen érzések vannak itt, ebben a kapcsolatban? Az újabb kapcsolódásban milyen érzések vannak? Itt, ebben a kapcsolatban lássuk, hogy milyen érzések vannak a két fél között. Milyen érzések vannak? Milyen érzések vannak? Kijött rá az öröm, a levél, a vágyakozás, a váratlan öröm és a bosszúság. Hát ezek így alapvetően felszínes örömöket mutatnak, tehát, hogy amikor találkoznak, az ugye ezek ilyen testi örömökre utalnak ezek a lapok, mind a vágyakozás, mind az örvendezés lapja. A váratlan öröm az jelentheti azt, hogy úgy jönnek létre ezek a találkozások, hogy nem rendszeresen, hogy nem lehet előre megtervezni, de amikor létrejön, akkor az nagy boldogság. És azért lehetnek ebben a kapcsolatban is viták, kisebb-nagyobb viták, de majd erre még mindjárt rákérdezünk. Ugyanakkor itt a levél lapjával én azt gondolom, hogy azért van kommunikáció, és az pozitív kommunikáció. De lássuk, hogy mit jelent itt az örvendezés lapja, mit jelent ebben az érzésekben, ebben a kapcsolatban az érzések szintjén az örvendezés lapja. Mit jelent az örvendezés lapja? Kijött rá a ház, a betegség és a kutya, a hűség. Ez tulajdonképpen most én nekem az jön, hogy annak örülnek, hogy a tartós kapcsolatban élő párnak a meglévő kapcsolata felé a hűség az hát eléggé betegeskedik. És tulajdonképpen ez nekem az jön, hogy mind a kettő örül ennek. Bocsánat, de most ez volt az első gondolat. De a másik lehetőség az lehet, hogy van köztük egy nagyon erős kapcsolódás, egy nagyon stabil, amiben hát a hűség az nem annyira jellemző. Ez azt is jelentheti, hogy ugye az egyedülálló fél is kacsingat másfelé, és a kapcsolatban lévő fél is örül otthon is a dolgoknak. Akkor így finoman fejeztem ki magamat, hogy otthon is élvezi az élvezeteket. Lássuk akkor, mit jelent itt a levél. A levél mit jelent? Mit jelent a levél? Kijött rá a szerencsétlenség, a szomorúság, a hamisság és a szerelem lapja. Talán azt mondanám erre inkább, hogy nagyon-nagyon
nagy szomorúságként élik meg a helyzetet jelenleg, ezt megbeszélik, amikor beszélnek, és én úgy érzem, hogy ebben a kommunikációban nagyon-nagyon hallgatják az érzéseket. Igazából nekem az jön, hogy csak arról beszélnek, hogy mennyire nagyon vonzódnak egymáshoz. Szóval, amikor beszélnek, akkor érzelmeket nem is említenek. Ezt úgy nagyon hallgatják. Mindent megbeszélnek arról, hogy ha együtt lennének, akkor mit csinálnának egymással, hogyan csinálnák, hogy lenne a legjobb, de arról nem beszélnek, és ez a hamisság benne, hogy mi van bennük valóban mélyen. Hogy legmélyen olyan érzések vannak, amikről nem akarnak beszélni, mert őket is zavarja. De legalábbis az egyiket biztosan, aki főleg nem beszél róla. Lássuk, hogy mit jelent itt a váratlan öröm, mi az érzések között. Kijött rá a találkozás, a halál és a pénzlapja. Én nekem erről az jut az eszembe, hogy lehetséges, hogy azt gondolják, azt érzik, hogyha ők találkoznának, akkor azzal egy elmondhatatlanul nagy változás következne be. Tehát ők mind a ketten azt érzik. Ugye az előbb azt mondtam, hogy nem beszélnek az érzéseikről, de mind a kettőjükben bent van az, hogyha végre találkoznának, az egy sorsfordító találkozás lehetne. Meghozhatná a bőséget, hogy úgy mondjam, mert ugye a pénz jött ki megint, így a halál után, ahogy az előbb is. És most megkérdezzük még, mit jelent itt a bosszúság az érzések között. Ó! Hát valószínűleg a férfi az, aki elkötelezett kapcsolatban van. Itt ebben a kirakásban. Mert hogy kijött a házasság, a magányos, vagy az özvegyember és a lelkész. Tehát ez nagyon mély lelki magányosságot jelent, egy nagyon nagy ürességet jelent ebben a tartós kapcsolatban, és a bosszúság emiatt van, hogy ezt mind a ketten érzik. Mind a kettő az új kapcsolódásnak mind a két tagja érzi azt, hogy micsoda nagy ürességet él át az, aki a tartós kapcsolatában van. És ha ő hallgatja, akkor javaslom az előbbi gondolatmenetet a tartós kapcsolattal, hogy mi a feladat abban, hogy miért nem, vagy miért igen kell abból megtanulni, és miért kell azt mondjuk akkor, amikor beteljesítette a feladatát, változtatni rajta, ha lehet megújítani, tényleg, hanem akkor valami más tenni vele. Jó, akkor lássuk azt, hogy mi várható a következő egy-két hétben, a meglévő tartós kapcsolatban. És ugye elővettem a másik kártyát, másik dolgokat. Úgyhogy nézzük akkor, hogy mi várható a meglévő tartós kapcsolatban a következő egy-két hétben. Lesz-e változás? Milyen változás, ha lesz?
kijött rá, ugye a pénz, a hűség, a találkozás, a gyermek és a szerencse. Hát nagyon erős marad továbbra is a kitartás egymás mellett, de olyan, mintha ez a találkozás a hármas kapcsolódásnak a jelölője tulajdonképpen itt megjelenne a kettejük kapcsolatában, nagyon erőteljesen megjelenne, a gyermekkel mondjuk újra megjelenne, és valamiféle szerencsés változást indukálhatna, esetleg ezt jelenteti. De mindjárt rákérdezünk erre. Minden esetre a pénzlapjával az elején az jelenteti azt is, hogy a jelenti helyzetükben történik változás, pozitív változás, és meglátjuk, hogy most akkor ez melyiket jelenti. Lássuk, mit jelent a pénzlapjait, milyen változást mutat itt a pénzlapja. Mire vonatkozik itt a pénzlapja? Hát kijött rá a lelkész, a tolva és a szomorúság. Itt valami lelki átalakulás történhet. Mert hogy a tolvaj mondjuk elviheti a szomorúságot, a lelkész az ugye, az lelki dolgokat jelenthet. Lehetséges, ugye, mondtam, hogy nagy az elköteleződés, nagy a hűség közöttük, de az is lehet, hogy ebben valamiféle nagy felismerés történik. Talán azért, mert megnézik ezt a videót, nem tudom, de lehetséges, hogy valamiféle felismerés történik a lelki szinten, így a hűséggel kapcsolatosan, és vagy például a találkozás lapja miatt derül ki például, hogy az, hogy nem is annyira felszínes volt ez a kapcsolódás, amiről eddig azt feltett az újabb, amiről eddig azt feltételezték, és hogy ennek mélyebb okai lehetnek, hogy még mindig megvan, és ez egy újfajta lelki megvilágítást hoz, ami meglátjuk, hogy mit jelent például itt a találkozás lapjánál, hogy ez mit fog eredményezni. Hát, igen. Kijött rá a halál, az örvendezés, a katonatiszt, a gondolat és az utazás lapja. És ez nekem azt mondja, hogy ez a találkozás, ami ebben a tartós kapcsolatban beszéd témává, vagy napirendre válik, vagy napirendre kerül, az egy nagy változást fog okozni. Nagy változást hoz, hiszen távolságtartás, örvendezés, rengeteg gondolatot, hirtelen magányossá, válást mutatnak a lapok, ami például a gondolatra ugye kijött az utazás és az özvegyember, ami azt is jelentheti, hogy az egyik fél, a kapcsolat egyik fele, a férfi vagy a nő erősen elgondolkodik azon, hogy egy költözés vagy egy fizikai utazás az milyen eredménnyel járna, hogy az például a függetlenséghez vezetne, ez mit jelenthet.
Jó, lássuk akkor most itt a szerencsenapját. Mit jelent itt a szerencse itt a változások között ebben a tartós kapcsolatban? Milyen szerencse ez? Milyen szerencsére utal ez? Jó, kijött rá a bíró, a betegség, a szerencsétlenség, a váratlan öröm, a levél, a bosszúság, a féltékenység és a ház. Talán azt gondolom, hogy ugye ott az előbb egy nagy elgondolkodás lehetséges, azt mutatták a lapok. És itt meg kijött a bíró lapja, ami viszont azt mutatja, hogy ez az elgondolkodás akár döntési helyzetbe is torkolhat, egészen eljuthat addig is, hogy döntés lesz. De ez a döntés, ez megriasztja azt a felet legalábbis, egyiket vagy másikat, vagy mindkettőt, és ezért lehet, hogy hátrálnak egyet. És a beszélgetések veszekedésbe torkollanak, ami ez a döntéssel kapcsolatos, vagy ezzel a változással kapcsolatos. És a féltékenység lapjára, hogy kijött a házlapja, én nekem... Ez azt jelenti, hogy ami ott középen ott a találkozás lapjával, hogy otthon felerősödnek ezek a féltékenységi viták, veszekedések, és hogy miért szerencsés ez? Hát talán pontosan azért, hogy ez legalább elindít egy olyan sorozatot, ami végre kimozdítja őket abból, hogy mindent agyon hallgatunk. Tehát, hogy elkezdjenek végre valami történjen, valami megmozduljon, mert az, hogy csöndben vagyunk, és úgy csinálunk, mintha nem lennének problémáink, azzal nem oldjuk meg a problémát, elodázzuk csak. És lehet, hogy ez a szerencse benne, hogy végre ebben a kapcsolatban elkezdődnek a beszélgetések. Tehát, hogy odáig jutnak ezek a gondolatok, odáig érlelődnek a halállapjával, a tolva elviszi a szomorúságot, hogy elkezdenek beszélni róla. Lehet, hogy veszekedve, de legalább elkezdenek beszélni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon örömteli fejlemény lenne. Ha már egyszer ilyen, hát nem túl sok érzelemmel teli ez a kapcsolat, akkor legalább beszéljék meg azt, hogy mi az, ami mi a helyzet náluk. Jó, akkor most még megnézzük azt, hogy a másik kapcsolódásban mi a helyzet. Mi várható a következő egy-két hétben az újabb kapcsolódásban? Mi lesz köztük? Lesz-e változás a mostanihoz képest? Mi történik? Lesz-e történés? Szóval lesz-e ebben a hármas kapcsolódásnak az újabbik felében valamilyen változás, történés? Mi fog történni? Mi fog történni? Kijött rá a gyermek, a veszteség, a remény, a tolva és a lelkész. Elsőre azt mondanám így a gyermekre, hogy itt egy újrakezdés lehetséges. Egy újrakezdés lehetséges, ami nem biztos, hogy úgy folytatódik, ahogy ebbe így nagyon belekezdtek, vagy ahogy remélnék a pár tagjai.
Lehet, hogy úgy kezdenek bele egy újrakezdésbe, hogy nagy reményekkel, hogy akkor most sikerülni fog, akkor most megcsináljuk, és akkor megyünk. De hát a veszteség lapja el nekem azt mondja, hogy ezek a remények azért nem biztos, hogy teljesülni fognak. De a tolva és a lelkész lapjával viszont azt mondanám, hogy ez lélekben megerősödik, ez a kapcsolat. Lehet, hogy fizikailag nem fog teljesülni ez az újrakezdés, de hogy lelkileg ez erősebbé válhat, nekem nagyon gyanús. Így a jelenlegi lapok szerint nagyon az jön, hogy nem összeköltözés, nem várható összeköltözés, de hogy még erősebb lesz köztük a kötődés, annak nagy esélyét látom. De lássuk, mit jelent itt a gyermek. Mire vonatkozik itt ebben a kapcsolatban a gyermek lapja? Mire vonatkozik a gyermek lapja? Ki jött rá a pénz, a ház és a szerelem? Hát erről beszéltem. Tehát ugye ez így egy nagyon-nagyon stabil alapokon nagyon megerősödött szerelmet mutat. Ez az újrakezdéssel még inkább erősebb megerősödik ez a kötődés kettejük között. Nagyon bőséges, produktív. Ez egy nagyon szép szerelemlap kombináció így együtt. Lássuk, hogy mit jelent itt a veszteség lapja. Mi az, ami veszteséggel járhat? Mi az, ami veszteséget szenved? Hát kijött rá a gondolat, az ellenség, a találkozás és az állandóság. Én nekem ebből az jön, hogy ők hát elgondolták, hogy találkozás, randi lesz, ami hát külső körülmények miatt nem jön össze, de itt az állandóság lapjával én nekem az is jön, hogy ezt lehet, hogy magasabb szinteken intézik el, hogy ne jöjjön össze ez a találkozás, mert hogy még nincs itt az ideje, mert az isteni időzítésnek működnie kell, és az úgy is működik, de, mint láttuk az előbb, azért ez nagyon mély kapcsolódás. És ezt megélhetik veszteségként, hogy nagyon gondoltak rá, szerették volna, reménykedtek benne, hogy ez a találkozás megvalósul, de nem. De nem. Ez lehet, hogy egy próbatétel, hogy ezt hogy tudják ezt így elviselni, mármint a találkozásnak az elmaradását. Megerősíti-e őket, vagy szétesik ez a dolog. Ezt a célt is szolgálhatja. Jó, akkor lássuk azt, hogy mit jelent itt a tolvajlapja. A tolvajlapja mit jelent? A tolvajlapja. Mit jelent itt a tolvajlapja? Hát, ki jött rá a szerencse, az üzenet, a vágyakozás, a féltékenység, a bosszúság, a bíró, a betegség és a házasság. És a tolvajlapjára jött ez ki, amivel kapcsolatosan ugye azt mondtam, hogy, és itt a szerencsével indul, a szerencse az üzenet, a vágyakozás. Tehát ahogy én az elején éreztem ennek a lapnak a jelentőségét, a tolva és a lelkész együtt, hogy ez lehet, hogy negatív lap a tolvajlapja,
de valójában egy nagyon pozitív irányba viszi el az egészet, hiszen itt is azt mondja, hogy szerencsés fordulat várható, a szerencsekerék úgymond jó irányban fordul, mert a kommunikációt, a vágyakozást, azt egy mélyebb lelki kötődéssé alakítja át, mint a testi vágyakozás, mint a testi megélés. Ugye ott az elején kijött az, hogy egy nagyon mély, nagyon stabil szerelmi érzés alakul ki, vagy van már bennük, és a félelem a vitáktól, félelem attól, hogy döntést kell hozni, félelem a kiderüléstől, a beteges, a nem jól működő házassággal kapcsolatos döntéstől, tehát, hogy ezek a sok-sok negatív dolgoknak a megbeszélése, ugyan nem lesz találkozás, de a kommunikáció az már többször kijött, hogy lesz. Ennek a megbeszélése, ez egy nagyon erős és mély lelki kötődésé alakul, akire ez jellemző lesz, akire ez érvényes lesz. Én az most hármas kapcsolódás, és ha nem hármas kapcsolódás lenne, hanem csak egy egyszerű szerelmi kirakás, akkor azt mondanám, hogy ez egy nagyon szép kapcsolatot mutat. Függetlenül attól, hogy tele van negatív lapokkal, de valójában ezek a negatív lapok mind azt szolgálják, hogy a kapcsolat tagjai, a felek megerősödjenek az elköteleződésükben, az egymás iránti elköteleződésükben, és ezek a próbák erősítik meg az ő kapcsolódásukat, és teszik majd hosszú távon is értékessé a számukra. Nagyon szépen köszönöm, hogyha itt voltál, végignézted. Remélem, hogy mindenkinek, aki megnézi, szolgál valamilyen mondandóval, és ki tudtok belőle venni olyan dolgot, amiből épülni tudtok. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, megnézted, ha lájkolsz, feliratkozol, és mindenkinek minden jót kívánok, a lehető legjobbakat. Sziasztok!